Szia! Van 5 percet? Ez itt a DSM Move szülés utáni edzés videósorozata. Heri Dióti vagyok. A következő gyakorlatokat azoknak az anyukáknak ajánlom, akik túl vannak a szülést követő 6 hetes gyermekágyi időszakon, orvosaik engedélyezték, hogy újra mozoghassanak és szeretnének formába lendülni. Mivel az én gyermekeim már óvodáskorúak, ezért egy játékbabát hívok segítségül, ő pedig Gábor baba, aki egykoron férjem babája volt, gyermekeim is sokat játszottak, és játszanak is vele még a mai napig. Ettől függetlenül persze benne van már a korban, de nyeklik-nyaklik, mint egy élő csecsemő. A gyakorlatokat természetesen baba nélkül is meg fogom mutatni, hogyha éppen alszik a pici babátok, és van 5 percetek magatokra, így is végezhessétek majd. Ha tetszik az edzés, kövess a Facebookon, és iratkozz fel YouTube csatornámra, hogy időben értesülhess a következő edzésekről. És ne felejtsétek, DSM lendületben, nőiesen! Farizom erősítés. Én hiszek abban, hogy az álló helyzetben végzett gyakorlatok nagyon hatékonyak, ugyanis ilyenkor nem csak az adott izomcsoport dolgozik, hanem a testünk összes többi része is. Végezhetnénk fekve is a gyakorlatot, de akkor csak a farizom dolgozna, így ebben az esetben, amit most fogunk csinálni, minden másra is figyelnünk kell közben. Lehet, hogy ez nehezebb, viszont hasznosabb. Ettől függetlenül a gyakorlat látszólag nem lesz nehéz. A babát foghatod a mellkasodon, magadra is kötheted, és akár a karodba is emelheted ringató pozícióban. Baba nélkül pedig, szintén fogom mutatni, hogy hogyan végezd el. Oldalról fogom mutatni, először nektek bal, nekem jobb lábbal fogom kezdeni. Nagyon egyszerű, először is figyelünk a tartásra, innen hátulról magunk alá billentjük a medencét. Nem teljesen előre, ahogy a tartásjavító videóban, hanem csak a végét, a végén a videóban beszéltünk róla, hogy középen meg kell állítani. Most vagyunk jó helyen. Helyezzük a testünket a jobb lábunkra, a bal láb térde kiemelkedik, és innentől kezdve egyszerűen csak hátra emeljük. Nem lendítjük, emeljük. Ide hátra. Tehát nem egy ilyen lendítés, nyújtott lábas lendítés lesz, hanem emeljük, és a végén mindig ráhúzzunk egy picit a farizmunkkal. Rászorítunk. Ebből végzünk 20 darabot. Kb. 8-nál járunk, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Most ugyanezzel a lábbal oldalra fogjuk csinálni. Figyelj rá, hogy középen találkozzon a térded, ne pedig előre jöjjön. És innen emeljük ki oldalra szintén 20-szor. 1, 2, 3. Közben figyelünk, 4, hogy a térdünk előre nézzen, ne pedig fölfelé. 7, 8, 9, 10. Ha helyesen végzett, itt érzed hátul a farizmodat. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rázzuk le. És ha minden igaz, nem csak a dolgozó láb popsiját érezzük, hanem a súlyláb fenekét is. Jó, mi? Most lerakom a babát, mutatom baba nélkül is a másik oldalra, másik lábbal. Csípőre rakjuk a kezünket, vagy magunk elé keresztbe, és összefoghatjuk, ahogy jobb a balansz, és innen indul. 20, 19, 18, 17. Figyelünk rá, hogy függőlegesek maradjunk, ne dőljünk ki a tengelyünkből. Na, kiszámolja. Hát, szerintem kb. 10 megvolt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. És megyünk középre. Középről megy a tér, nem előről. És 8, pontosabban 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hú, jó volt. Mi? Le is nyújtjuk, jó? Egyik lábat tegyük a álló láb térde fölé a bokán. Szépen ereszkedjünk lefelé. Itt nyúlik hátul a popsi. Ugye jó az egyensúlyérzéked, és a babáddal együtt csináltad, akkor természetesen vele is le tudod nyújtani a lábadat. Szépen öleld magadhoz, és ereszkedjél le, hajlítsd a súlyláb térdét. Jó volt? 5 perc? 5 perc. Egészségedre, és tarts velem a következő videóban is, ahol a hátizmukra helyezzük majd a hangsúlyt.